Nincs beszédesebb és sokat mondóbb anyag valamiről, mint egy megfelelő kép, legyen az rajzolt, festett vagy fotózott. Egy jó kép többet ér ezer szónál. Hasonlóan vallja Alexandra Manaea is, aki azonban gazdag történetekből sincs híján, de kezdjük a történetét az elejéről. Az életemet egészen pontosan Ostfildenruidban kezdtem, ez Baden-Württemberg tartományban van, Dél-Németországban, és ott is gyerekeskedtem. Hát ami gyerekkorom nem átlagosnak mondható, mert súlyos asztmám volt. Most már egész jó tünetmentes vagyok, köszönhető ez a természet közeli életmódomnak egyébként. És nagyon sokat segített a természet ott is, abban, hogy ezt a nehéz időszakot túléljem gyakorlatilag. Most itt féltem ezt kimondani, ezt a szót, de igen, ez a túlélésemről szólt. És ez úgy nyilvánult meg, hogy például megfigyeltem a csigákat, ahogy lerakják a tojásaikat a földbe, ezt én végig dokumentáltam, ez volt az első ilyen munkám, amit lehet mondani, körülbelül 10 éves voltam. Az első portrémat a 1980-as évek első felében készítettem, amikor karácsonyra kaptam a szüleimtől egy babafejet, egy élethű emberfej nagyságú babafejet, hosszú szőke hajjal, smink cuccal, hajápolási cuccokkal. Én elkészítettem gyönyörűen, és volt egy polaroid fényképezőgépünk, ami nagyon-nagyon menő volt akkoriban, azonnal kijött a fénykép ugye a szerkezetből. És hát anyukám nem örült neki, mert körülbelül a 88. Ugyanarról a babáról készült fotónál azt mondta, hogy na jó, ez így azért elég drága mulatság, mert tényleg marha drága volt az a speciális papír, de hát én azt nagyon-nagyon élveztem. Ezekből a korai tapasztalásokból jött aztán az örök szerelem a fotózás az életébe. A rendszerváltáskor költöztünk Magyarországra családommal, és itt ismerkedtem meg a Kárpát-medence csodáival, mert ugye ez azért a Mennyország kapuja, azt elmondható, annyira gazdag és hihetetlenül gyógyító növényekkel rendelkezik, és az egész élővilága engem lenyűgözött, főleg a gemenc. A gemenc, hát ez az én szívem csücske. Tényleg nagyon szerencsés vagyok, hogy rengeteg nemzeti parkban fotózhattam a világ számos táján, de gemenc mindig is visszahúz, és ez most is így történt. Mindig lüktető víz energiája ugye megfigyelhető, és nincs két egyforma évszak, nincs két egyforma év vagy hónap. Mint mondja, egy jó kép megragadja a tekintetet, nyugalmat, harmóniát sugároz, vagy drámaian felkavar. Ez a játékosság a színekkel, fényekkel, élességgel, a lényeg megragadása szemmel látható valóság mértéktartó, hangyányi eltúlzásával, ami igazán vonza munkája során. Már elmondhatom, hogy 53 országot jártam meg és fotóztam meg, tehát nem mint turista, hanem tényleg tudtam a helyi kultúrával, emberekkel ismerkedni, ételekkel, szokásokkal, de alapvetően mindig a természet az, ami engem lenyűgöz és érdekel, tehát onnan közelítem meg a kultúráját is, vagy ha az emberekről van szó, hogy először a természetet derítem föl, amiből a legtöbbet lehet megtudni, tehát egy jó felkészülés egyébként. Hogy mi az, ami a legnagyobb hatással volt rám, gemencen kívül, ezt nehéz megmondani, de talán a természetnek a legnagyobb rezgését Távol-Keleten, Borneo szigetén éreztem, és ahol ezt a vad természetnek a ritmusát lehetett megérezni, ez a Yucatán félsziget volt, és az a közép-amerikai térség, ami mindig dolgozik bennem egyébként, mert egy hosszabb időt volt szerencsém eltölteni. A Yucatán félsziget a maja civilizáció bölcsőjeként nem csak a régészek mekkája, hanem a fotósok által is kedvelt úti cél, amit homokos tengerpartjai, csodálatos kézműves termékei, gazdag folklórja és kiváló konyhája révén egyben Mexikó legnépszerűbb nyaralóhelyévé is teszi.
Egy-egy pillanat megosztásának leghatékonyabb és leglátványosabb módja pedig kétségtelenül a fénykép, különösen korunkban, amikor már könnyen megtehetjük. Én szeretek úgy fotózni, hogy célt tűzök ki, mit szeretnék megfotózni, az, hogy nézzen ki, szeretem megalkotni a fotónak a hátterét is, az egy nagyon-nagyon izgalmas játék számomra, hogy milyen ritmust, milyen színeket komponálok bele. És ha abba a fotóba egy növényt vagy egy állatot képzelek el, ugye nekem arról az állatról ismernem kell mindent. Milyen az életritmusa, mit táplálkozik, mikor megy inni, hol van a legközelebbi forrás, ahol vizet tud inni, ugye ez egy fontos szempont, mert ott azért összegyűlnek általában az állatok a víz mellett, tehát hogy érdemes azt kitűzni célul, hogy annak a környezetében fotózni azt az állatot, vagy a növényről is, tehát hogy az mikor virágzik, például tehát van olyan fotóm, ahol egy virágot szerettem volna ábrázolni úgy, hogy mögötte a nap lemenjen. Tehát, hogy én nagyon imádom az ellenfényt felhasználni. A fényképezést használom föl ahhoz, hogy a mondani valómat át tudjam adni, és ez mindig a természet egyébként, az az ihletadóm. És addig, amíg az ember egészen a benseig nem hatol adott témának, addig nem is tudja ezt átadni, és nem is tud a kérdésekre válaszolni. Mert amikor egy kiállításom van, én szeretem annak a visszajelzéseit fölhasználni a következő anyagomhoz. Tehát onnantól kezdve, hogy egy kollekciót összerakok, ott annak Tehát az, amikor kikerül egy kiállításként, az onnantól kezd el élni. Persze az élmény, a megfigyelés, az emlék, a benyomás, a tapasztalat és az új ismeret az első és legfontosabb. Így nem meglepő módon az újdonság iránti vágy a karrierben is rátalált, így nem csak mint kalandort, de munkatársat is köszönhetjük. Hogy csöppentem bele a média világában, egészen véletlenül, de nem hiszek a véletlenekben. Van egy számomra nagyon kedves hölgy, aki kínai asztrológiával foglalkozik. Többször dolgoztunk is együtt, és ő látott egy hirdetést, hogy a Tornatáj TV-nél keresnek riportert, illetve szerkesztőt, és elküldte nekem, hogy te ide nagyon jó lennél, meg hát tudta azért az előzményeket, sokszor szoktunk hosszú beszélgetéseket folytatni, és akkor én elküldtem az önéletrajzomat, és már is jött a következő nap a telefon, hogy akkor beszélgessünk, hogy egyáltalán alkalmas lehetek-e erre, úgyhogy most tanulom.